hányás hasmen és idegen test a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kis kedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négy lábó barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal, incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengetjük, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról díszcsomagolásban. A szaloncukor és a többi édesség több veszélyt rejt kutyánk és cicánk számára, mint mi gondolnánk. A szaloncukor, illetve az édességek nagy kakaó tartalma mérgező lehet kisállataink részére. Kisebb mennyiségben nem, de nagyobb mennyiségben már hányást, hasmenést és akár súlyos kimenetelő problémákat tud okozni. Másik baj ezekkel a finomságokkal, hogy a kisállataink nem bíbelődnek azok kibontásával, így a csomagolásukat, a karácsonyfáról az akasztót, és akár egyben képesek lenyelni, és nagyon súlyos bélelzáródást és súlyos betegséget tud okozni. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő négylábú barátainkra. Bármennyire is nehéz ellenállni kuncsorgó kedvencünk nézésének, ne feledjük, hogy az ünnepi terüly-terüly asztalkám, a fűszeres ételek, a beigli, a zserbó vagy a szaloncukor nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatni valókat.